Hazánkban 3 millió ember tart kutyát, de még mindig nagy a zsúfoltság a menhelyeken. 70%-ban a kóborkutyák töltik meg a helyeket, 28%-ban pedig a felelőtlen választás miatt kerülnek be a kutyák a menhelyekre. Az Állatok Világnapján a Mása egy kiállítással hívja fel a figyelmet az örökbefogadásra, de nem csak képeken érkeztek kutyák a József Attila könyvtárba. Dixinek és Cingárnak sikerült az, amire minden gazdátlan kutya vágyik. Igazi otthonra leltek. A rónyai házas pára kezdetektől menhelyi kutyát szeretett volna. Boldogabbá tudja tenni őket az ember, hogy ők már megszülettek, és hogy legyen jobb az életük menhelyen. Nagyon sok mindent megtesznek értük, de nekik ez kell, hogy egy kicsit közelünkbe lehessenek, hogy egy kicsit szeretgessük őket, és nagyon hálásak érte. Tetrekész, felfedező, egy torzomborz apróság és egy különleges tekintet. Ők mind gazdátlanok voltak egykor. A fotókat a Mása önkéntesei készítették. Egy nyírás nagyon sokat dob rajta, meg egy jó kép. Finanszírozás után könnyebben találnak gazdát a kutyák. Ez Váradi Nikolettának is köszönhető, aki nem csak ollójával, de fényképezőjével is csodákra képes. Igazából azt tapasztalom, hogy még mindig inkább a fajta tiszta kutyákat keresik az emberek. Nagyon kevesen gondolkodnak menhelyi kutyákban, mert túlságosan sajnálják őket. Úgyhogy az én fotóimat azt igyekszem úgy csinálni, kerülöm a rácsokat, kerülöm a szánakozó pillantásokat, és a cukisági faktorra helyezem a fő hangsúlyt. Még mindig rengeteg a menhelyekkel szembeni előítélet. Az alapítvány elnöke szerint sokan a szomorkodó kutyák látványától rettegnek. A Mása kutyáinak viszont egyetlen dolog hiányzik, csak egy gazdi. Nagyon sok kutya a menhelyen, nálunk jobb sorsa van, mint a gazdás kutyáknak. Azonban egy dolgot nem tudunk nekik adni, gazdit, és szeretnénk, hogyha ezzel az akciónkkal, ami hagyományteremtő, sokkal több ember tudnánk kivonzani a menhelyre, és sokkal több önkéntest is érdekelté tudnánk tenni az állatvédelem ügyében. A Mása éves szinten több száz kutya befogadását segíti elő. A fotókiállítással is ez a cél. Október 7-éig pedig a miskolci könyvtárak is segítenek az alapítványnak. Az országos könyvtári napokon nem csak kölcsönözni lehet a könyvtárakban, hanem adományokat vinni a menhelyi kutyák számára.